figyelj, ez jó. Parkernek is megvan az a képessége, ami a hímpóknak, és hipnotizálni tudja a nőstényt. Na, hagyjál már. Igenis, te pókcelep. Nem maradunk itt fent egész nap. Tiszta őrület van lent. Tapaszkodjanak, pókember! Valójában Peter Parker! Higgy el, nem én öltem meg Misztériót. A drónok nyírták ki. Persze, a maga drónjai. Legalább egy kicsit megkönnyebbültél. Mire gondolsz? Most, hogy kiderült, nem kell többé se bujkálnod, se hazudnod. Csak hogy tudd, neked nem akartam hazudni. De hogy mondod meg valakinek, hogy te vagy pókember? És most mindenki tudja. De nem is ez a baj. Sok embernek ártottam. Azon gondolkozom, hogyan hozzam ezt rendbe. Szóval, Peter, miért kerestél meg? Bocsánat a zavarásért, uram. Jaj, ne. Együtt mentettük meg a fél univerzumot, úgyhogy ne uramozz itt, haver. Köszi, Steven. Ez furán hangzik, bár így hívnak. Amikor Mysteriónak sikerült lelepleznie, teljesen feldúlta az életemet. Nem tudná kiiktatni, mintha meg sem történt volna. Strange! Csak semmi varázslat. Túl veszélyes. Jó. Storno. Az egész világ el fogja felejteni, hogy Peter Parker a pókember. Várjon, mindenki! Lehetne pár kivétel? A varázslat nem így működik. Szóval MJ mindent elfelejt majd, ami köztünk volt. Ne zavard a varázslatot! Jézusom, Ned! Ő a legjobb barátom! Main Inninek tudnia kell! Hallgass már! Most mi történt? Hamarosan. Torzulást idéztünk elő a téridőben. A multiverzum elméletéről sajnos ijesztően keveset tudunk. Az a baj, hogy két különböző életet próbálsz élni. Minél tovább csinálod, annál veszélyesebbé válik. Vigyázz, mit kívánsz, Parker! Hello, Peter! Pókember. Nincs hazaút. Hamarosan a mozikban.